képviselői percein következnek. Köszöntöm a műsorban Párlai Zoltán önkormányzati képviselő urat, köszönöm, hogy eljött hozzá. Köszönöm, hogy itt lehetek ismét. A legaktuálisabb témával kell kezdenünk a beszélgetést, ugye ez az ukrán-orosz háború kirobbanása kapcsán. Nagyon sok szervezet elkezdett egy adománygyűjtést, ugye többek között itt az önkormányzat, de úgy tudom, hogy a DK kerületi szervezete és gyűjtés szervezet. Mik a részletek, mit gyűjtöttek, hogyan sikerült, hogyan értékeli? Igen, hát sajnálatos és egyben örömteli, hogy ilyen dolgokkal kell foglalkoznunk. Sajnálatos, hogy egy háború kezdődött el közvetlenül ország határai közelében, de örömteli annyiból, hogy láthatóan nagyon sokan sokféleképpen tudnak ehhez csatlakozni. Kicsit a kérdést kiegészítem, tehát részben az önkormányzatnak is volt egy ilyen kezdeményezése, amihez a helyi szervezetünk csatlakozott. Ezeket az adományokat már a hét elején el is juttattuk a kijelölt adománypontra, Nagytétény útra. Ezen kívül a helyi szervezetünk önállóan is indított egy ilyen adománygyűjtést. Ezeket az adományokat a héten, hát már amikor ez a beszélgetés ugye megjelenik, addigra már eljutatjuk a közvetlenül az ukrán határra fogunk leutazni. Mit gyűjtöttek? Hát fölvettük a kapcsolatot ottani települési önkormányzati vezetőkkel, és az ő listájuk alapján történtek ezek a bevásárlások, tisztítószerek, higiénés eszközök, törülközők, intimbetétek, tehát a lehető legszélesebb élelmiszerek, természetesen konzervek, sőt egy adomány külön felajánlás is érkezett, 200 darab szendvicset fogunk készíteni holnap hajnalban, és az pluszban szeretnénk szétosztani, de számos, tehát igen nagy, több százezer forint értékű adományról van szó, amit el fogunk juttatni. És ezen kívül az ellenzéki pártok közösen is szerveznek, ez még folyamatban van, adománygyűjtést, ez a kerületi MSZP iroda központban szervezésében zajlik. Az itt felgyülemlett adományoknak a kiszállítását még szervezzük, ez valószínűleg március 15-e után fog sor kerülni. Úgyhogy ez zajlik, sajnos ilyennel is kell foglalkoznunk, de öröm látni, hogy van összefogás ebben az ügyben. Hogyha a helyzet megkívánja, akkor mennek majd még? Hát reméljük, hogy a helyzet nem fogja megkívánni, de természetesen amennyiben ez a igen sajnálatos háború elhúzódik, akkor nyilván ebben az ügyben további teendőink is lesznek. Következő témánk a kerület költségvetése, amelyet ugye nemrégiben fogadott el a képviselőtestület. Több javaslatot is benyújtott, amely érinti a körzetét. Melyek voltak ezek? Több javaslatot is benyújtottam még tavaly november végén polgármester úr kérésére. Az a szomorú válaszom van, hogy szinte szó szerint ugyanazokat a javaslatokat kellett benyújtanom, amelyeket egy évvel korábban benyújtottam, mert hogy ezek közül szinte kivétel nélkül semmi nem valósult meg, hogy miért, szerintem az tágítaná ennek a műsornak a kereteit. Komoly vitáink voltak erre, ezzel kapcsolatban a polgármester úrra, kinek mi a fontosabb alapon tudnám ezeket mondani. Tehát gyakorlatilag ugyanazokat a javaslatokat nyújtottam be. A probléma az, hogy még tavaly nagyjából választ kaptam arra, hogy miért kerül be, vagy miért nem kerül be egy-egy javaslatom a költségvetésbe. Ide már választ sem kaptam. Úgyhogy maga a költségvetésnek az előkészítése is elég érdekes volt. Polgármester úr szelektál képviselők között, hogy kivel egyeztet, kivel nem egyeztet, ez is egy régi vita, nem ehhez a műsorhoz kapcsolódik, de tény. A költségvetéshez módosító indítványokat is benyújtottunk, ezeket leszavazták, ezek egyszerű felújítási átütemezések lettek volna. Több műsorban itt a Krieger képviselőasszony is elmagyarázta, hogy mi az a technikai nulla szám a költségvetésbe. Jelesül arról van szó, hogy mindenki értse, hogy például intézmények, óvodák, bölcsödék felújítására egy technikai nulla szerepel a költségvetésben magyarul. Ez olyan, úgy néz ki, mintha erre nem tervezne semmit a
az önkormányzat. Ezekre a sorokra kértünk módosító indítványokat, körülbelül 110-120 millió forint értékben. Ezt leszavazták azzal, hogy majd lesz erre pénz. Mi kértük bizottsági szinten például ezeknek a nevesítését, hogy most oké, látjuk, hogy ez 0 forint, és majd májusban a zárszámadás pénzmaradványosztásnál lesz valami költség mögötte, de mégis mit terveznek, hiszen az óvodák, bölcsödék, szociális intézmények ezeket beköltségelték, tehát ismerik a számokat. Azt az ígéretet kaptuk, hogy ezeket a számokat megismerhetjük, de a költségvetés már el van fogadva, de mi ezeket a számokat még most sem ismerjük. Úgyhogy, talán májusban? Talán májusban, de hát mondjuk egy kicsikét vicces ez a történet így, már amennyire szomorú is, és arról nem is beszélve, hogy ugye a tegnapi nap híréhez tartozik, hogy 400 forint lett ugye az euró, és egy ilyen elszállt infláció mellett egy ilyen költségvetés szerintem már nem tartható, tehát valószínűleg újra kell az egészet gombolni. Reméljük, hogy ebben már azért a többi képviselőt is bevonja a polgármester úr. Történtek viszont kisebb javítások a kísérleti lakótelepen? Igen, tehát azokhoz képest, amiket kértem, valóban kisebb javításoknak nevezném ezeket. Ebben is vannak kicsit bosszantó részek. Például megújult a Nagytétény út egy járdaszakasza, mondjuk a Háros utca és a Promontor utca között vállalkozók bevonásával nagyon szépen megújult a járdaszakasz, de pont kimaradt belőle egy rész, ahol egyébként még lakóövezet is van. Itt jogvita van, hogy ez most fővárosi vagy kerületi, mire aztán egy körülbelül akkora területen, mint ez a szőnyeg itt előttünk, egy kis járda javításra sor került, de nyilván nem ez a végleges megoldás. Magán a lakótelepen is kisebb javítások, járdafelújítások történtek, de ezek hiba elhárításból akadó felújítások voltak, tehát nem azok, amiket én kértem, hogy lépcsőket, járdákat újítsunk föl, de hát küzdünk, hát ha egyszer majd sikerül. Erre kapott valamilyen választ? Még nem. Térjünk át az utolsó témánkra. Ez pedig a pedagógusok tiltakozása országszerte, tehát most már ezzel van tele a sajtó. Ugyan most már nem az önkormányzat kezében van az ő működésük, de erről szeretett hát volna pár szót beszélni. Ezzel kapcsolatban a pedagógusként kicsit, hogy mondjam, erősebb, karcosabb véleményt tudok megfogalmazni. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy a pedagógus pálya, amiben nem változott semmi, hogy évtizedek óta nem az egyik legbecsültebb hivatás. De ezt tudták azok is, akik erre a pályára készültek, vagy akik ezen a pályán évtizedeket eltöltöttek. De a probléma az egyrészt, hogy nagyon előregedett a pedagógus társadalom, és igencsak szükség lenne utánpótlásra, fiatal pályakezdő kollégákra, de a jelenlegi szerkezetben, struktúrában azt látjuk, hogy egyszerűen semmilyen megtartó képessége nincsen ennek a szakmának, és itt nyilván anyagi dolgokról is beszélek, de nem csak anyagi dolgokról. Ami viszont az anyagi dolgokat illeti, és a pedagógusok megmozdulásának ez is egy rugója, hogy gyakorlatilag egy pályakezdő pedagógus ma, főleg ebben a 400 forintos euróval számolva, hát egy 500 eurós fizetéssel tudja elkezdeni a pályáját egy diplomával, tehát kb. 200 ezer forint, amit készhez tud venni, míg mondjuk ennek állítólag a magyarországi minimálbér ennek jóval magasabb számokat tud mutatni. Pedagógusok túlterheltek, sok az adminisztráció, kevesen vannak, sokat kell helyettesíteni, ezek mind összeadódnak, és én nagy örömmel és tisztelettel tudok szólni azokról a kerületi pedagógusokról, akik tényleg vállalták azt, hogy most kiállnak ebben az ügyben. Sokan mondják, hogy ez most egy ilyen választási rész, nem az. Hosszú évek, évtizedek alatt felgyülemlett problémák kerülnek most felszínre. Ebben az ügyben lépni kell, és március 16-án nagyon remélem, hogy meg fogja hallani az egész ország a pedagógusok hangját, amikor elkezdenek valóban egy sztrájkot. Lesz sztrájk? Én biztos vagyok benne. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.